Egy hónappal ezelőtt még le volt zárva a bújtosító körüli rész, ma már a fiatalok futottak rajta. Hivatalosan is átadták a látványosan megújult Bújtosi Városligetet. A beruházás egyik legfontosabb része ugyanis a közel másfél kilométer hosszú gumiburkolatú futópálya kialakítása volt. Mind a három tavat körülülei, mert hiszen nagyon sokan sportolnak itt reggel, estére és napközben is. Egyesületek is itt tartják edzéseiket. Gondolok itt azokra az egyesületekre, akikkel szoktuk szervezni például az örökösföldi egészségnapokat. Itt többször volt már olyan kupa szervezés is, mint például az örökösföld kupa, Nyíregyháza kupa, ahol nem csak a városlakók, hanem ugye távolabbról érkező versenyzők is részt vettek a rendezvényeken. Úgyhogy meggyőződésem, ami egyébként is népszerű volt már így a városlakók körében, az örökösföldek körében, hiszen gyakran kilátogattak itt napközben is sétálni gyermekekkel a játszótérre, hogy a felújítás követően még többen fogják ezt igénybe venni. A sportolni vágyók rendelkezésére áll ezentúl két trambulin is, az éjszakai láthatóságról pedig új kandellábrek gondoskodnak. A tó körül helyet kapott 45 darab pad, 16 piknikpad, egy okospad és 6 tűzrakóhely, 23 személygyűjtő is, valamint ivókutak, napozóágyak teszik komfortosabbá az itt töltött időt. Több helyen összesen 5 térfigyelő kamera szolgálja a liget biztonságát. A Városliget élhetőségének és használhatóságának elősegítése érdekében akadálymentes mosdó létesült a játszótér környezetében. Az autóval érkezők részére gyeprácsos parkoló, a kerékpárosoknak pedig kerékpártároló áll majd rendelkezésükre. Ez közel 1,2 milliárd, amit a Zöldváros programunkra nyertünk. Ez több részből áll, egy komplex városfejlesztési program. Kezdődött a két belvárosi tér, a Benczúr-Bessenyei tér felújításával, aztán elkészült még tavaly év végén a Pazonyi tér, idén tavasszal folytatódott az Arany János utca, hogy azt, amikor a körforgalmat megépítettük és az utcát felújítottuk, lehúzódott, ugye azt ígértem az ott lakóknak, hogyha lehet pályázati pénzből, akkor saját erőt ne költsük el erre, mert annak lehet jobb helye. Ez most megvalósult, hát és aztán itt vagyunk a bújtosi tavak körül, amit most már teljes joggal mondhatunk Városligetnek. A felújításoknak nem csak a gyerekek örülnek, az esküvő előtt álló párok is szívesebben fotózkodnak itt. A Zöldváros kialakítása Nyíregyháza területén projekt utolsó eleme a Bocskai út 16 szám alatti épület felújítása lesz, amely a tervek szerint még idén elindul.